Május 8-án van a Vöröskereszt alapítójának, Henri Dunant svájci üzletember születésnapja, aki 1861-ben a Solferino-i csata után döntött úgy, hogy megalapítja a világ máig legnagyobb hatású humanitárius mozgalmát. A Vöröskereszt ma 192 országban van jelen, és több millió munkatárs önkéntes segítségével folytatják tevékenységeiket. Az irányadó 7 alapelv: az emberiesség, a pártatlanság, a semlegesség, a függetlenség, az önkéntesség, az egység, valamint az egyetemesség szellemében. Közel 80 ember esett egymásnak kardokkal, puskákkal, és láthatta ez a méretetlen szenvedést, és egy nagy ötletű vezérelve a környező falvak önkéntesét, lakosait maga mellé állítva, egyszer csak délben megjelent a csata közepén, és erre megállt a csata, mindenki nézett nagy szemekkel, mi történik, és szedték össze a sebesülteket, hovatartozás nélkül. A világnapi ünnepségen a civil szervezet partnereit, kollégáit és önkénteseit a város alpolgármestere köszöntötte. Mészáros Attila hangsúlyozta, nélkülözhetetlen az a munka, amelyet a Vöröskereszt végez. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a közös cél, az ellátás biztosítása az élet sok területén az megvalósuljon itt a városban. Külön köszönöm az önkénteseknek, akik évek, évtizedek óta a Vöröskereszt mellett vannak, hiszen fontos az ő hozzáállásuk, tevékenységük, hogy szabadidejüket szánják arra, hogy a közösségért tegyenek. A rendezvényen átadták az életmentő érdemérmet. A kitüntetést idén Finánc Imre vehette át, aki januárban egy nagy áruházban élesztett újra sikeresen egy férfit, aki vásárlás közben rosszul lett. A férfi az eset után egy hónappal életét vesztette. Ennek ellenére a családja nagyon hálás Imrének, hiszen heteken át még együtt lehettek. Pánik volt ott, láttam az emberek között, hogy tétobázik mindenki, tehát senki nem csinál semmit. És akkor nekem volt egy belső rugalat, hogy nekem oda kell mennem, segíteni kell. Nekünk ez az embereknek ez a dolga, hogy egymás nem lépjünk át. Nem lépünk át, ha valaki elesik, stb. Az úton, akkor oda megyünk és segítünk a másokon. A világnaphoz kapcsolódva a szervezet önkéntesei és partnerei is kitüntetéseket vehettek át a Magyar Vöröskereszt országos vezetőségétől.